A légpuska lövészet volt az egyik, az akadályverseny gránátdobás volt a másik feladat, amit a leginkább vártak a Tolna megyei szakközépiskolások a Percel Mor rendészeti versenyen. A fizikai megmérettetésre a diákok hetek óta készültek. Fekvőtámasszal készültünk, hasizommal, lógackodás, futásokkal, és hát itt lesz fegyverrellövés, meg hát ilyen futás-lógackodás. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság harmadik éve rendezi meg a rendészeti versenyt, amire idén 10 csapat 40 Tolna megyei rendészeti képzésben résztvevő középiskolás érkezett. A fizikai erőnlét mellett elméleti tudásukról is számot adtak a rendőrnek készülő diákok. Aki a rendészeti pályára készül, annak megfelelő fizikai állapotban kell lenni, tehát ezeken a versenyeken fogják ők most összehasonlítani azt, hogy ki pontosan milyen fizikai állapotban van. A rendészeti versenyt, ahogy az elmúlt években is, a Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola csapata nyerte meg.